Magyarország délkeleti részén a síkvidék beláthatatlan térségein szabad szárnyalással csaponghat a képzelet. A kilátás odáig terjed, ahol a kék égbolt a földdel ölelkezik. Sudár templomtornyok, népes falvak, szétszórt tanyák, legelő nyájak és viruló rétek váltakoznak a gondosan mívelt szántóföldekkel. A rajta átfutó folyók nem csak termékenyítőleg öntözik, hanem az ember megtelepedésére is igen alkalmasokká tették a partjaikon elterülő dúsföldeket. Bánság, bánát, úgy összekuszálta a déli vidéket a történelem ura, hogy már elnevezése és behatárolása sem egyértelmű. Maradjunk annyiban, hogy egy sajátos arculatú, átmeneti tájék Bácska és Dél-Erdély között a Maros, a Dunába ömlő Tisza és a bánsági hegyvidék ölelésében. Sík része, a Temesköz nyugati fele, Trianonban szerb fennhatóság alá került. Ide az Aranka síkjára látogatunk, melynek mocsaras árterek, szikes puszták és szántóföldek rajzolta ősi magyar földje, a török alatt elnéptelenedett, majd miután temesi bánság néven osztrák katonai fennhatóság alá került, németek, románok és szerbek lepték el. Az őslakos magyarok csak akkor térhettek vissza, amikor végre újra a magyar koronáé lett. A sokféle nép békés együttélését felkavarták a zavaros forradalmi eszmék, és megpecsételte Trianon. Mégis maradt még valami a sajátos bánáti lelkiségből, és vannak, akik gondoskodnak a magyar élet folytonosságáról. Kerékpártúránk a bácskai Adáról indul. A Tisza hídon átkelünk Padéra, majd az Aranka mentén tekerünk Szajánon át Nagykikindáig. Északra kanyarodva és a Fekete-tói hídon átkelve Magyar Majdány következik, ahonnan visszakanyarodunk a Tiszához Török-Kanizsánál, hogy végül csókán zárjuk északbánáti túránkat. Békésen folydogál a vén Tisza az Alföld déli síkján. Mit bánja ő, hogy bal partján bánát, míg jobbján Bácska földjét öntözi? Szépen lecsendesedve, megzabolázva andalog végig a délvidéken. Nem jó? Mielőtt bánátba mennénk, mégiscsak Bácskában szállunk partra, hisz be kell még ugrani túravezető barátunkért, Szabó Attiláért Adára. Üdvözöllek benneteket! Tehát ez még Bácska, de megyünk Bánátba. Igen, most érkeztetek meg Bácskába, ugye az adai kompjárásba vagyunk, és most megnézzük Ada néhány látnivalóját, és magát Adát, és utána pedig az utunkat Észak-Bánságba fogjuk folytatni a mai nap során. S ha már eljöttünk érte, addig nem mehetünk tovább, amíg meg nem ismerjük az ősi asszonyfalva helyén kialakult települést. Amikor a török félhold végre leáldozott a délvidéken, az újra népesült Ada olyan fejlődésnek indult, hogy a 19. században már módos mezőváros lett. A népes katolikus közösség szokatlan, kovácsoltvas, rácsos szerkezetű toronnyal megsüvegelt temploma 1795-ben épült. A kisvároshoz híres és hírhedt történelmi személyiségek is kötődnek. Damjanics János aradi vértanú szobrát a testvér települése Budakalász adományozta Adának. Volt is kisebb ribillió a szerbek részéről,
nehezen bocsátják meg az 1848-as szabadságharc tábornokának, hogy Rácz származása ellenére a magyar oldalon harcolt. 1832-ben Adán Ringotta bölcsője a magyar nyelvművelés megteremtőjének, Szarvas Gábor nyelvésznek, aki szenvedélyesen küzdött az idegen szavak meghonosodása ellen. Csak Isten a tudója, miért adott életet Adán 1892-ben Rosenfeld Mátyásnak, aki felcseperedve már Rákosi Mátyásként írta be magát történelmünk legsötétebb lapjaira. Felsorolni is sok mi kárt okozott hazánknak. Hány magyar családot nyomorított meg, hány ártatlan honfi életét oltotta ki Sztálin meghosszabbított kezeként, a magyarországi kommunista terror állam fejeként. De Ada már nem róla szól, hanem a hagyományok éltetőiről, a magyar jövő építőiről. Például a török családról, akik már több mint 30 éve termesztik a gyümölcsöt családi gazdaságukban. A házigazda Török Árpád avat be az életenergiát hordozó szeder feldolgozásának titkaiba. Jó munkát! Jó napot, jó munkát! Köszönöm szépen! Szervus! Illatból ítélve szeder. Ezt kérlek szépen erdei fekete szedernek és a saját termési szedernek a keveréke. Tehát azért ilyen jó az illata. Az a véleményem, hogy a Kárpát-medence termi a világ legjobb gyümölcseit. És ebből eredően, hogyha én azt nem rontom el, akkor én fogom főzni a világ legjobb lekvárját. A szederből lehet a legtöbb hasznos anyagot kivenni. Én kétféle szörpöt gyártok, aztán van egy harmadik termék, az a lekvár, a negyedik termék a szederből készült bor, amelyiket úgy hívnak, hogy vasbor. Az ötödik termék a bornak az egyik folyamánya az ecet. Hatodik termék ez a neddű, amelyik a pálinka része a dolognak, és a hetedik a szedérmag őrlemény. Ami mire jó? Kérlek szépen, a szedérmag őrlemény a legtöbb ellaksavat tartalmazza, amelyik természetes sejtburjánzás gátló. Tehát szintén a rák ellen hatásos. Hát ebből így van. Ez egy a arányba. Ez a nagymama féle, ez az igazi nagymama féle koncentrátum. Ha ilyen finom a szörp, ilyen finom lehet a pálinka? Mindjárt megkóstolhatod, ha gondolod. Egészségünkre. Egészség. Köszönjük. Egészség. Elhangzott, hogy a gyermekek nem viszik tovább. Hát igen, ezt a fajta kézművességet nem viszik tovább, de hát viszont ők meg a népzene irányába elkötelezettek. A három török gyermek igen magas szinten ápolja a magyar népzene hagyományát. A lányokat, Tillát és Flórát találjuk itthon, akik boldogan villantják fel ősi forrásokból merített tudásokat. Hát ugyebár a török család ízeit már megkóstoltuk, most a hangokkal folytatnánk, azt is megízlelnénk. Miért is fontos ez nektek, hogy a hagyományokat így módon őrzitek? Nagyon fontos számunkra, hiszen közösségformáló ereje van, és tényleg az, hogy mi otthon együtt próbáltunk, együtt zenéltünk, együtt muzsikáltunk, azt hiszem, hogy ez egy testvéri összekovácsoló erő is. Szokták volt mondani ránk, hogy jó testvérek vagyunk, én hiszem azt, hogy ennek a zenének is nagy köze van ehhez. És mióta foglalkoztok népzenéléssel? Hát erre a kérdésre azt szoktam válaszolni, hogy már édesanyánk hasában is gyakorlatilag foglalkoztunk a zenével, ugyanis édesanyánk és édesapánk is nagyon szereti a zenét. Mikor a hasában voltunk, már akkor is népdalokat énekelt nekünk, aztán pedig természetesen, amikor világra jöttünk, akkor is, és már kiskorunktól kezdve foglalkozunk népzenével. Talán amit még hozzá tudnék fűzni ehhez, hogy nem is az a lényeg, hogy mióta, hanem hogy ez egy eredendő folyamat az életünkben, hogy amikor itthon vagyunk, akkor egy olyan hazaszeretet és egy olyan élmény köt minket ide, ami végül is a zenélésnek is köszönhető. És ezt bárhol a világon meg tudjuk érezni, ahol ezzel a népzenével, a saját zenénkkel lépünk fel. Tehát gyakorlatilag ti mindenhol délvidékiként léptek fel. Bizony, igen. Hát akkor szeretnénk valamit hallani tőletek, hogyha erre van lehetőség. Nagyon szívesen! Szárnya, szárnya, szárnya!
szárnya madárnak, de nincsen párja az odai lánynak. Tele van a szája édes csókkal, a zsebkendője csörgő mogyorúval. Hazafelé áll a kocsim rúdja, hely, úgy szeretlek, az Isten is tudja. Gyere hozzám, ne kérd az anyádat, csókolom a csókra termed szádat. Gyere hozzám, ne kérd az anyádat, csókolom a csókra termed. Még mindig maradunk Adán, hisz annyi jó dolog történik itt velünk magyarokkal. Itt van már is Boldizsár Kornél, valóra vált álma a lovashölgy. A sikeres vállalkozó a puszta anyagi javaknál többre vágyott, és cselekedett. Ada szélén megvette egy düledező parasztházat, és gazzal benőtt környezetével együtt újjávarázsolta. Ugyanezzel az elhivatott munkával építette fel a fiatalok közösségét is, akiknek lovasi íjászatot tanít, és nyári gyermektáborokat is szervez. Te nem ebből a szférából, mondhatjuk így, jössz. Honnan jött a ötlet, vagy a sugallat, hogy te ezzel foglalkozol? 35 éves koromban, akkor volt egy ilyen mélypont az életemben, tehát úgy nem láttam az értelmét ennek az anyagi világ fejlődésének, hogy még nagyobb épületek, még több munkaerő, még több befektetés, azért, hogy a külföldi partnereim még több profitra tegyenek szert. És akkor úgy gondoltam, hogy oké, én ezt csinálom, mert hogy ehhez értek, ezt szeretem, de viszont kell más is. Nem lehet az, hogy reggeltől estig csak dolgozom, és hajtom az anyagiakat. És akkor ilyen letört, depressziós állapotban a Tisza töltésen sétáltam, és megláttam lovasokat, és akkor eszembe jutott, hogy aha, lovaglás. És akkor elkezdtem lovagolni, és akkor utána kaptam íjat, elkezdtem íjazni, kettőt ötvöztem, elkezdtem kaposmérőre járni a Kassai Lajoshoz edzésekre, és akkor így lassan beletanultam. Ahhoz, hogy jó lovas íjász legyél, ahhoz a lóval teljes mértékben összhangban kell lenned, tehát csípőtől lefelé a lóval egyél válsz, csípőtől felfelé pedig megtanulod az íjat megfelelő módon kezelni. Tehát külön gyakoroljuk a lovaglást és az íjászatot is, és ugyanúgy, mint az autóvezetés, már nem figyelsz oda, hogy hol az első és a második sebesség, hanem már tudod ösztönösen, sőt már tudsz mobiltelefonálni is ösztönösen. Tehát ugyanígy a lovas íjászat erről szól, sok-sok gyakorlás, illetve amit még kiemelnék, hogy magyarban megvan az a szó, hogy összpontosítás. Tehát a lovas íjászatban nem koncentrálunk egy pontra, hanem összpontosítunk minden pontra, ahhoz, hogy célba találjunk. Tehát három ujjas technikát használunk. Ja, a mutató ujjad van fölötte, ja, értem. A másik kettő alatta. Célra tart, feszít, és utána old, jó? És válmagassal. Oké. Ha lóra nem is, de biciklire pattanunk, és mivel mégiscsak Bánátba indultunk, most már tényleg átkelünk a Tisza túlpartjára. A tegnap, ma, holnap névre hallgató Újhídnak mókás története van. Miután a NATO jól szétbombázta a délvidéki Dunahidakat, a németek úgy gondolták, jóvátételként adományoznak egyet Szerbiának. Arra már nem gondoltak, hogy a Duna az Alföldön már kissé szélesebb, mint a Fekete-erdőnél. A szerbek azt mondták, jó lesz ez a Tiszára is. Először Óbecsének szánták, ám jó balkáni szokás szerint valahogy eltűntek az építésre szánt pénzek. Így épült fel végül 2010-ben Adán a híd. Bánátban nem kell sokat tekernünk. Átkelünk fővízfolyásán az Aranykán, és már is itt vagyunk a Csanád nemzetség ősi birtokán, Padén. Ez melyik vízfolyás? Ott. Aranka! A központban a kúriát a falu földesura, Diván György építette az 1800-as években. Csak úgy, mint átellenben a katolikus templomot. Betlehem pusztán a sövényházi farm úgy indult, ahogy általában a jószágtenyésztésből
és tejtermelésből fenntartott gazdaságok szoktak. A régi magyar hagyományos tájfajták, a juhok és szürke marhák megszokott látvány nyújtanak. Az első meglepetés akkor éri a látogatót, amikor egy struccal találja magát szemben. De mit keres itt a padéi szikes pusztán egy barátkozó láma? Vagy éppen vízimadarak, hatalmas dánvadak és egy eredeti vatusi marha. Ezek után már nem is csodálkozunk a jávorantilop, a mosómedve vagy épp a kenguru láttán. A gazdát, Sövényházi Lászlót kérdezzük, hogy lett birtokából egy egzotikus állatfajoknak otthont adó mini állatkert. Mindig is szerettem az állatokat, gyerekkoromban tartottam papagájot, nyulak, kis törpetyúkokat, és akkor ez indult ez az egész. Idősebb lettem, mindig nagyobb fajta állatokat, és akkor most ide értünk, hogy most van egy kis állatkertünk. És itt is olyan jó a pálinka, mint Bácskával? Igen, igen, tessék, megkóstoljuk, hogy... Ez egy ilyen finom utalat. Ez sárga barac. Bácskában kisebbek a poharak. Már egy jó pont bánártak. Legyetek üdvözlőve. Egészséget. Bácskáról, bánátról. A magyarságra. A magyarságra. A falu szélén még egy szépen felújított kastélyt találunk. A szabadkai nagybirtokos család sarja Weber Schulhoff nyaralónak építette az 1700-as évek végén. Az Aranka folyó öntözte szikes bánáti pusztaságon Zeihan herceg is itthon érezhette magát. A felvirágzó Szaján sem kerülhette el a török pusztítás. A 19. század elején Tajnai János birtoka lett, aki Szeged környékéről dohánykertészeket telepített ide. De búsulhattak Szaján lakói 1849-ben is, amikor szerb szabad csapatok égették fel falujukat. Két évre rá svábok érkeztek, de a gyenge minőségi földek miatt, ahogy a helyiek mesélik, egy éjjel elszélettek a faluból, lámpáikat égve hagyták, hogy megtévesszék a földes urat. Tovább hatolunk kelet felé a Bánát belsejébe, a változatosan egyhangú Pannon síkságon. Az útszéli kökénybokrok segítenek megfejteni a következő település nevének eredetét. Kikinda európai szintű agrártörténeti ritkasága, az 1899-ben épült, ma is működőképes szárazmaló. A kisváros ősidők óta lakott vidékének története a szokásos bánáti forgatókönyv szerint zajlott. A török hódítások alatt megsemmisült. Utána szerb, német és magyar telepesek érkeztek, míg 1774-ben Mária Terézia a nagykikindai kiváltságos kerület székhelyévé tette. Később Torontál vármegye egyik legnépesebb városává fejlődött, de a forradalmak és a háborúk rendesen elbántak lakóival. Így van az, hogy a helyi református gyülekezet gondnoka, Tóth István nem túl jó hírekkel szolgál a magyarság jelen helyzetéről. A feliratból látjuk, hogy Vörös Marti híres sorai vannak oda felírva, de élnek itt még magyarok? Élnek, vagyunk. Nem annyian, mint az előtt. És a városon belül erős most az asszimiláció, vagy inkább mindig is erős volt. Volt olyan, hogy szégyen volt magyarul beszélni. És most? Hát bántani nem bántanak bennünket, de van olyan, hogy a feleségem kivezette a gyerekeket, a diákokat a parkba, leültek, és magyarul beszéltek, és korodálnak elébük, és azt mondja, hogy ne beszélj magyarul. Ugye, hogy govori srpski, de te savs vetrazum, hogy beszélj szerb, hogy az egész világ megértsen. Hát a kopjafát azt én faragtam, hogy fogtam a régi magyar motivumokat, és akkor itt hátul rovásírásra belevéstem, hogy megfogyva bár, de törve nem él nemzete hazám, de hát nem tudom, hogy meddig fog élni. Ahhoz, hogy éljen a magyar, tettekre és összefogásra van szükség. Ezért küzd az Egység Művelődési Egyesület is, amelynek vezetőjével, Tápai Róberttel a Kossuth emléktáblánál találkozunk. 1848-ban és 49-ben is volt egy
fölkelés, egy szerfölkelés, amit az első 1848-ban Kis Ernő verte le csapataival, a másodikot pedig Percel Mór 1849-ben. 100 évvel később, 1944-ben is itt aratott a hal, ha jól tudom. Volt egy internáló tábor itt Kikindán is. Mennyi magyar halt meg? Lehet tudni az itt táborokban? Itt magyar annyira nem, német. Itt elég sok német volt, talán több német, mint magyar, és őket írtották, de itt kegyetlenül írtották őket. A maradék aztán pedig elköltözött az rákövetkező 10-15 évben. A szent maradék, abban nagyon kevesen maradtak utána. És akkor néhány szót esetleg az egység munkájáról tudnál nekünk mesélni? Természetesen, tehát több balosztályban működnek az aktív tagok. Most talán a legeredményesebb és legaktívabb a színjátszó csoport. Van néptánc csoportunk, több csoportban is. Kiállításokon, versenyeken, szemléken mindenhol részt veszünk. Mindennek ellenére, hogy nagyon megfogyatkoztunk, elég szép eredményeket tudunk elérni mindegyik alosztállyal, még mindig. A Kikindai magyar jövő záloga lehet a magyar általános iskola is. Van még Kikindának egy igazi különlegessége. A Városi Múzeum udvarán köszön ránk Kika, a hatalmas nőstény mamut csontvázának rekonstrukciója. Kikindai főtéren vagyunk, a Szökőkútnál, szembe velünk arról az ortodox templom, az utca végén a római katolikus templom, jobbról pedig a városháza látszik. Kikindától északra, Fekete-tó közelében ismerős alföldi kép fogad. Az Aranka folyó felett a 18. században épült 9 lyukú híd, majd 100 évvel idősebb, mégse olyan híres, mint Hortobágyi hasonmása. Amikor 1029-ben Csanád vezér a Tiszán átkelve egy dombon sátrat vert, megfogadta, ha legyőzi Ajtonyt, e helyen monostort épített. Álmában egy oroszlán bíztatta, azonnal támadja meg az ellenséget. Fölébredve rögtön éjjeli támadást rendelt, s le is verte a lázadókat. Csanád lett a vármegye ispánja, s a fogadalom helyén felépítette a monostort, amit oroszlánosnak nevezett el. Béla király névtelen jegyzője szerint, amikor Ajtony visszaverte Csanád vezér első támadását, ennek hadai Kanizsáig vonultak vissza. Kanizsa a 13. században már jelentékeny helység volt, és korán kereskedelmi gócponttá és várossá fejlődött. Idővel átterjedt a Tisza jobb partjára is. Ebből a részéből lett a mai magyar Kanizsa, amivel sokáig hajóhíd, majd 1975 óta új híd kötötte össze. A török uralom után sok nemesi család öregbítette a város hírnevét. Az egyik legrégebbi bánsági úrlakot Szervicki György építette 1793-ban. Kanizsától délre a Tisza mentén a Csanád nemzetség ősi birtokai közé tartozott Csóka is. A kunok, majd a törökök dúlt a település, az 1700-as évek végén mezővárosi rangot kapott. Katolikus templomát a Marcibányi család támogatásával emelték 1809-ben. Csóka utolsó nemese, Marcibányi Lőrinc kastély építésébe is belefogott. Ám halála után már az új tulajdonos, a Schwab család fejezte be művét. A 20. század elején az első világháborúig Csókán vezetett ásatást a Szegedi Múzeum régésze, Móra Ferenc. Azóta nincsenek feltárások, de van egy elhivatott helytörténész, aki évtizedek óta gyűjti és illesztgeti össze a múlt emlékdarabkáit. Csonti István terepbejárásai alkalmával talált tárgyak bizonyítják, hogy a környék ősidők óta lakott. 1988-ban kezdtem őstörténettel foglalkozni, átrágtam magamat legalább 100 szakkönyvön. Azt tett a keresés. Utána ezelőtt 9 évvel kezdtem el fémkeresőzéssel foglalkozni. Az Aranka partja mindkét oldala régészetileg az őskortól belakott
hely volt. És ezek ugye középkori pénzek, ezek pedig... Régebbiek? Ezek pedig vannak, például ez a tű, ez a hajtű, ez bronzkori. A névvándorlás korából vannak itten, és Ez avarkor. Ez is avar, övveret. Csókának nagy múltja van, de milyen a jelenlegi állapot? Csóka az egyedüli bánáti község, ahol a magyarság többségben van. Tehát több mint 51%-a magyar. De valamikor nagyobb volt ez a ilyen nemzetiségi összetétel, tudjuk, hogy miért. A Tiszától indultunk. Most visszatekerünk a Csókai partjára. Szemben már a bácskai Zenta város tornya köszön át Bánátba. Így keretezi be a Szőke folyó, eleink hagyatékait és jelenünk maradékait felvonultató bánáti kirándulásunkat.